Ezek a felvételek nemzeti kegyhelyünkön, Mária Pócson készültek. A görögkatolikus nagy templomban díszes, igeközpontú misét tartottak ma délelőtt. Nagypénteken itt is Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeztek a hívők, ám idén március 25-e nem csak a gyászról szól. Áldott vagy te az asszonyok között, így szólt Máriához Gábor angyal ezen a napon, az örömhírvétel Jézus szeplőtelen fogantatásának ünnepe a mai. Ez a kezdet és a végnapja is, hiszen ehhez a naphoz számítva, 9 hónap múlva emberré lesz az Isten fia. Ugyanakkor pedig ezen a napon emlékezünk a halálára, ami bizonyos szempontból a vég, de inkább a kezdet, az örök élet kezdete. Ma este a Mária Pócsi nagypénteki szertartáson előkerült az úgynevezett plascsenyica is. Ez Krisztusnak egy ikonszerű megfestett síri leple, amellyel nagypénteken körmenetet tartanak a papok. A halott Krisztust visszük mi most pillanatnyilag a válunkon. Úgy, ahogy még a régi időkben a koporsót vitték a hozzátartozó barátok egy archaikusabb környezetben, úgy most mi azt a síri leplet visszük, és ez lesz 3 napig a szent sír. Tehát nem kereszt van nálunk beállítva a szent sírba, nem figurák, hanem ez a lepel, és ez 3 napon keresztül a feltámadás hajnaláig, ez folyamatosan kint van, és hihetetlen nagy tiszteletben van, tehát ez a lepel. Szép is, meg tényleg nagyon ősi a hagyománya. Itt a templom közepén helyezzük el, és akkor a hívek akár szertartásra, akár a 3 nap folyamán jönnek egyénileg családdal, gyerekkel, és ezt meg is szokták csókolni. Ez pedig már a Nyíregyháza Sóstói Református Egyházközség temploma. Itt puritánabb körülmények között emlékeznek a hívek nagypénteken, mondta Kósa László lelkész. A reformátusoknál nincsenek liturgikus színek, ilyenkor csak egy fekete terítő fejezi ki a gyászt. Felkerül akár az úrasztalára, vagy a templomban a fekete terítő, de csak ez az egyetlen egy. Ami kifejezi azt, hogy nagypéntek van. Amit a gyülekezet tagjaiban látunk, kivétel nélkül, idős és fiatal, valahogy úgy benne van az emberekben, hogyha nagypéntek, akkor ez egy kicsit egy gyászos nap, akkor az az emberiség történetének az egyik legszomorúbb napja, úgy jelennek meg fekete ruhába, fekete öltözékbe, és maguk az énekek is úgy kerülnek választásra, hogy egyfelől a nagypénteki tragédiát kifejezze és megmutassa, hogy igen, ez a legszomorúbb, leggyászosabb nap, de hát ez a gyász az örömre fog fordulni húsvét hajnalán. Mária Pócson szombat este 9 órakor tartják a feltámadási szertartást, húsvét vasárnapján pedig 10 órakor kezdődik a Szent Mise, utána lesz a Pászka szentelés. Nyíregyházán az evangélikus nagy templomban húsvét első napján 8-kor és 10-kor tartanak istentiszteletet, a római katolikus templom ünnepi Szent Miséje vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődik, a református istentisztelet a belvárosban 10:30-kor, Sóstón 11 órakor kezdődik majd.